Debrecenben vagyunk a Modemben, és egy Blattner kiállítást készítünk elő. Miért is van itt Blattner kiállítás? Tehetnénk fel a kérdést. Egyáltalán ki is az a Blattner? Nagy kár, hogy a debreceniek nem biztos, hogy elég jól ismerik, de a Modem arra vállalkozik, hogy egyrészt küldetését úgy teljesíti, hogy a Debrecenhez köthető kiemelkedő alkotókat mindig igyekszik bemutatni, és hát Blattner Géza ilyen. Másfelől ugye a modern és kortárs művészettel foglalkozunk, de ez nem egy elszeparált dolog, és ez nem csak képzőművészetet jelöl, hanem minden olyan művészeti ágat, ami egymással kapcsolódik, és folytonosan és mindig is kapcsolatban van. És az egész Blattner életmű tulajdonképpen erre ad egy nagyon jó példát. Ami fontos a kiállítás felépítésében, hogy ez egy olyan kiállítás, aminek a gyökerét, a törzsét az OSZMI-ban megrendezett kiállításon Huth Wagner Éva kurátor koncepciója alapján állították össze, ahol tulajdonképpen egy másik kamerálisabb környezetben megismerhettük azt, hogy lehet vizuálisan bemutatni a Blattneri életutat, és tulajdonképpen ezt az életutat mutatjuk be a Modem tereiben. Itt ezen az üres falon, ahol most csak a gipszkarton nyomokat látjuk, itt pont egy Hollósi Simon önarckép fog helyet foglalni, akire azért fogunk utalni, mert ez az egész művészi pálya részben neki köszönhetően indult el. Az ő müncheni festőiskolájában tanult a 18 éves Blattner Géza. Ezen a nagy üres fehér falon fogjuk majd látni azokat a fotókat, ahol hatalmas baráti összejöveteleket tartottak Blattner Géza műtermében többnyire. Baktai Ervin volt ezeknek az egyik állandó tagja vagy szervezője Blattneren kívül. Nem nagyon kell említeni Baktai kapcsán a távol-keleti kapcsolatokat, viszont Blattner kapcsán érdemes kitérni rá, hogy az egyik első bábszínházi törekvése az a Vajon bábjátékok volt. És itt Vajon bábokat fog látni a közönség. Eredeti kontextusban, hátulról megvilágítva, de úgy is, hogy láthatunk egy Vajon bábút, annak a szépségét megfestve, mint kiállítási tárgy. Úgyhogy itt elindulhatunk Párizs felé, nagyon nagy részben Áthúr Sándor életművét mutatjuk be, ami Blattnerhez köthetően, és az egyik kiemelt előadás az utca, ahhoz kötődően mutatunk be párizsi alakokat. De ott hátul a létránál éppen úton van Párizsból egy gyűjtőtől Marie Vassiljevnek néhány munkája, aki viszont ennek a párizsi bohém társaságnak volt az egyik motorja, és ráadásul nagyszerű bábkészítő, Blattner munkatársa az Arkenciel-ben, és hát az ő ebédlőjében járt össze mindenki. Ahogy olvashattuk, Picasso-tól kezdve a legszegényebb művészekig mindenki ott ült, mert nagyon imádták azt a környezetet, amit ez a hölgy teremtett. Hát képzeljük el azt, hogy ebben a környezetben alkotott mindenki. Tehát nem volt különbség, hogy valaki Magyarországról, olyan Oroszországból, vagy Tőzsgyökeres francia. Ezek az emberek értékelték egymás kreativitását, és sokat dolgoztak együtt. És hát megyünk szépen tovább. Gondolunk pályatársakra is. Tehát nem csak azt mutatjuk be, hogy például Áthúr Sándor milyen gyönyörű plakátokat tervezett, hanem lesznek Bortnyék képeink is, ahol megint csak egy picit ízelítőképpen bemutatjuk, hogy a képzőművészet és a tervező grafika nem zárta ki egymást még abban az időszakban. Reméljük most se zárja ki egymást, de azért nem árt erre néha emlékeztetni magunkat, hogy nincs határa művészeti ágak között. Aki ebben jól érzi magát és tehetséges, az ebben ne vickél, mint egy kis halacska. Nagyszerű animáció is fog érkezni az Áthúr Sándor bábokról, de közben itt a hátsó vetítőteremben, aki megpihen vagy megnézi az Arkenciel dokumentumfilmet, itt pedig egy színpad rekonstrukciót, amiben Áthúr Sándor bábok lesznek az utca, az icipici ház, eredeti, illetve bábreplikák lesznek láthatóak, a generális, a fakatonák, eredeti terveket is láthatunk majd ezekről Áthúr Sándortól szintén, illetve egyéb olyan dokumentumokat, amik bemutatják, hogy az Arkenciel megszületett. Ugye ez volt az az első jelentős pont, ahol a 30-as évek elején, illetve 29-ben volt talán ez a bábkongresszus, az UNIMA kongresszus, ahol kiderült, hogy létezik Avantgárd Bábszínház, és ezt egy magyar csoport hozta létre Párizsban. Aztán egy kicsit ugrunk az időben, mert hát itt a Blattner életműbe belebonyolódtunk, és eljutottunk a 30-as évekig, de ha valaki átjön a Modem függő folyosójára, erre.
Remélem nem esek ki. Ezeken az üvegeken színes fóliákat fogunk elhelyezni, mindegyik más színű, tehát itt a Szivárvány úton fogunk átmenni abba a térbe, ami az egyik legizgalmasabb része a kiállításnak, de mielőtt oda átmennénk, itt ezen a falon fogjuk bemutatni azt a diasorozatot, amit Blattner Géza az életéről rajzolt, vagy hát festett üvegdiákra festett, illetve néhány fotót üvegdiákra montírozott. Tulajdonképpen a nézők megismerkednek azzal, hogy 1961-ben hogy nézett ki egy PowerPoint prezentáció. Nem az eredeti diákat fogjuk bemutatni, hanem digiframe-eken fogjuk, hogy egy kicsit könnyebb legyen az egészet olvasni is, megnézni is. Az ő tulajdonképpen saját maga által kézírással és géppapírral kommentárjait társítjuk azokhoz a diákhoz, amiket ő azért szedett össze annak idején, hogy tudjon beszélni a munkásságáról és az életéről. Úgyhogy itt lesz ez. Illetve bemutatjuk azt a kapcsolati hálót, amit Blattner egész élete során a különböző időszakokban fontosabb művészekkel, zenészekkel, táncosokkal, írókkal, tehát itt Balázs Bélától kezdve Izadora Duncan bátyáig, nagyon sok mindenkiről szó esik. Röviden persze, mert ezt mindig olvasnánk, akkor nagyon hosszú lenne a kiállítás. Így is javaslom, hogy több órát kell majd itt eltölteni. Viszont amikor már megismertük az Adler életművét, a folyosón, meg a színeket magunkba szívtuk, akkor beérkezünk abba a térben, ami ennek a kiállítási koncepciónak a legizgalmasabb pontja. Itt van azért izgalmas, mert úgy hozunk létre egy kiállítást, hogy az elejétől fogva tudjuk, hogy ez egy valójában interaktív dolog lesz, ugyanis rendszeres visszatérője lesz a képzőművészeti kiállításnak a Báb Színház, ami minden héten a Voltinának köszönhetően itt fog létre. Ez egy piros kapu, remélem látjuk, hogy ez piros. És ugye ide megérkezik egy piros, egy zöld, egy sárga és egyéb színű kapukon keresztül, bejut abba a térbe, ahol most gipszkartonok üldögélnek, de később remélhetőleg minden korosztályból verbuválódott nézők fognak ülni, és nézik azokat a rekonstruált etütöket, amit a Blattneri életműhöz kapcsolódnak. És már kiraktunk egy kicsi labirintust, és még így végig mehetek a közepén, de ahol most sétálok, tesznek azok a bábok, amik nem olyan számos bábú maradt meg sajnos a Blattneri életünkből, nagyon sok elveszett vagy megsemmisült, de ami akár hozzá, akár művésztársaihoz köthető Blattner báb, itt lesznek láthatóak. Aztán itt egy kicsit megint visszaugrunk Párizsba, az 1937-es világkiállításhoz fogunk megérkezni, ahol is egyik legnagyobb sikerét érte el az Arc-en-Ciel. Először francia nyelven eljutott a közönséghez az ember tragédiája, Báb Színház formájában, méghozzá úgy, hogy minden színház más képzőművész tervezte a díszleteket, a bábokat. Ezekből egy párat, ami megmaradt valójában is, meg tudunk majd figyelni, itt lesz a kígyó, Lucifer és Éva. Tovább megyünk, találkozhatunk az egyik legfontosabb ponttal a Blattneri életműben. Tulajdonképpen a bábművészetben van egy új báb, ami hozzáköthető, a billentyűs báb. Innen a kiállítás címe is a billentyűk. És itt láthatjuk majd azt a bábut, ami Lellei Pál mester alkotása. Tulajdonképpen a Blattneri vázlatok alapján rekonstruálta a báb, az Éva nevű bábot. Amit látható majd a falon, nem falon, bocsánat, falban, egy kis fülkében lesz Éva látható, itt majd, ahol most járunk, itt egy nagy falunk lesz. Itt lesz egy nagy fal, amiben körülbelül itt lesz az Éva bábunk. Hátulról és előről is látható lesz majd a billentyűs szerkezet. Egy dokumentumfilm, amiben Lellei Pál beszél arról, hogy rekonstruálta ezt a bábot. Úgyhogy ha ide érkezünk, akkor mielőtt bemennénk ebbe a terembe, ami nagyon különleges és fontos része a kiállításnak, láthatjuk szintén falba építve azt a kezet, amit Koffán Károly faragott egy Blattner előadáson. Viszont hogyha ezt már megnéztük, beléphetünk ide.
20 kicsi képet fogunk látni a falon, egy jóval több képből álló sorozatból. Koffán Károly időskori rajzairól lesz szó, amik elég különleges helyet foglalnak el a magyar rajzművészetben. Ez egy viszonylag ritkán látható sorozat, a Nemzeti Galériából érkezik hozzánk. Miután ezek tollrajzok, ritkán láthatóak, hogy ne sérüljenek, úgyhogy itt nagyon finom fényben, egy sötét szürke szobában megcsodálhatunk 20 darabot ezekből a rajzokból. Aztán már kigyönyörködtük magunkat, kisétálunk, és még mindig Koffán Károlyról lesz szó, aki nem csak ragyogó képzőművész volt és tervező, hanem nagyszerű fotós, és a Kecskeméti Fotómúzeumból kapott képen egy nagyításban lesz egy öregkori Blattner fotó, ahol mutogatja a billentyűs bábok kezelését. Egy nagyon kedves kép, ami egy picit már lassan búcsúzik a látogatótól, de ha azért a látogató még egy kicsit fittebb, akkor megnézheti azt a dokumentumfilmet, amit egy brnói előadásról, egy Blattner báb előadásról készítettek, és ezt végignézve megvan az a lehetősége, hogy újra visszamenjen előre a Szivárvány folyosón, és remélhetőleg egy kicsit másképp tekint majd mind a saját életére, mind a művészetre, mind azokra az emberekre, akik ezeket a dolgokat számukra létrehozzák, és remélhetőleg a jövőben is nagyon sok ilyen ember lesz, aki létrehozza, és egymással szeretetteli művész kapcsolatban kiteljesíti azt a életet, ami a művészet nélkül túl sokat nem ér.